Hogy hívják magát, barátom? Wendelinnek legalázatosabb szolgálatára. Van magának felesége? Volt nagyságosa. Talán meghalt? Más történt. Habár a répárt nem nagyon kedőlem. Hozhatom a belős csontot, nagyságos uram. Valóban. Csak arra figyelmeztettem Wendelin barátom, hogy kenyérszeleteket pirítsanak hozzá, mert a zsemje ilyesmihez nem nagyon alkalmas. És forró legyen, mint a babám szíve. Vendégünk Tóth Augusta, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész és Kurucz Márton filmszakértő, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum gyűjteményezési és kutatási menedzsere. Jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Nagyon sok vita folyik arról, hogy Szindbád és Krúdi alakja azonos-e. Maga Krúdi azt mondta, hogy ő nem magát írta meg Szindbádban, de a lánya már például a saját könyvében, amit róla írt, azt mondja, hogy ő Szindbád. Erről mi a ti véleményetek? Én is azt gondolom, hogy igaza igen, van, teljesen igen, egyértelmű, abszolút. Kár ezen vitatkozni. Én is egyet értek ezzel. De vajon akkor ő miért tagadta, miért tagadhatta ezt? Hát talán érdekesebb vagy izgalmasabbnak tűnt így ez a dolog. Egyébként Krúdi ugye rengeteg olyan figurát írt meg, ami arra az időszakra jellemző volt, vagy arra a pár évtizedre, amiben az ő novellái, versei, regényei játszódnak, és ezek mind tulajdonképpen ilyen lecsúszott, ilyen társadalom alsó rétegébnek a figurái, és ezáltal... Peremen egyensúlyozó figurák, és igen. Legizgalmasabb és legérdekesebb. Lehet, hogy esetleg ő nem feltétlenül, mikor már úgy visszanézett az írásából önmagára, akkor nem feltétlenül akart minden egyes másodperc töredékével találkozni az életéből, amit ő esetleg elkövetett. Esetleg azért is mondta azt, hogy ő nem ő az, aki abban a Szindbádban benne van. Színművészként, alkotóként, emberként, nőként milyen kép él benned Krúdiról? Hát egyrészt nagyon izgalmas előadás szült ebből Vidnyánszky Attila 2015. december 18-án, nevem napján, bemutató, és 2016-ban a nagy színpadról levitte a kis színpadra, és egyébként egy filmszerű előadás volt, és bennem nőként Krúdi azért nem a legpozitívabb, tehát a Szindbád nem a legpozitívabb férfi hős. Azért mesélj erről egy kicsit, hogy miért. Nézd, rengeteg női szív tört össze, rengeteg női lélek pusztult el Szindbád vad és, hogy is mondjam, hedonista életszemlélete által, és ezeket ő nem tudta revidiálni, tehát nem lehetett jóvá tenni nem lehetett azokat jóvá tenni. A bűnöket, amit egyébként, ha a hedonizmust említed, akkor ugye az imént látott film jelenet is ezt a hedonista vonulatot illusztrálta, és említetted, hogy filmszerű volt a színházi előadás is, arról majd még beszéljünk, de beszéljünk arról, hogy miért választhatták ezt a filmet minden idők egyik legjobb magyar filmjévé, és ez a hedonizmus hogyan jelent meg Huszárik rendezésében a Vászlon? Egyszerű a válasz, mert minden idők egyik legjobb magyar filmje a Szindbád, amit egyébként először 1917-ben akartak megfilmesíteni, és ez egy nagyon érdekes dolog, ugye az akkori Corvin filmgyárnak a főrendezője és igazgatója Korda Sándor volt, aki kinézte magának ezt a darabot. Egyébként Krúdinak nem nagyon volt köze a filmhez, ő mindig mondta, hogy a szigeten lakik, amíg mozi meg színház nincs a szigeten, addig ő nem fog se színházban menni, sem moziba, úgyhogy nem tudja, mi történik ott. Ennek ellenére aztán 19-20 körül ki lépett a szigetről, és elment, megnézte Kordának a 111-es című filmjét, amire azt mondta, ez egy heltai darabból készült, hogy ez egy korszakos, fantasztikus film, de mindig féltette a filmet, hogy a silányság szintjére fog menni ez a fantasztikus találmány, mert mint találmányt imádta, és nagyon nagy fantáziát látott benne. Tulajdonképpen ez a
ez a történet, ez a Szindbád történet, ez tényleg filmre kívánkozott, és én azt gondolom, hogy ezt akkor és ott meg lehetett csinálni, mert még voltak olyan helyszínek, voltak olyan figurák, akikkel ezt meg lehetett csinálni. Úgyhogy hát ez egy nagy nemzetközi összefogással készült egyébként, és Huszárik Zoltán a filmnek a rendezője, és a forgatókönyvben, meg a helyszín, mindenbe beleásta magát, ő évekig házalt ezzel a könyvvel, a hóna alatt keringett a filmgyár különböző bugyraiban, és próbált pénzt szerezni arra, hogy ezt a filmet megcsinálhassák, aztán végül megszavazták nekünk, most már hagyjon békén bennünket ez a Huszárik, legyen ebből valami film, és egy fantasztikus filmet. Egyébként róla is vannak filmfelvételek. Néhány kockácska. Így van. Amint így van. Kiszáll talán egy kocsiból. Ez a parlament előtt van, 1918-ban készült ez a felvétel, nem tudjuk, hogy pontosan mikor, ugye ez néma film volt még akkor. Torma Galigan, a kolléganőmmel találtunk rengeteg ilyen kis szilánkot a filmarchívum raktáraiban, és egyszer csak megdöbbenve láttuk, hogy ez az ember, aki kiszáll a sok száz kiszálló ember között, mert mindenkit lekamerázott az operatőr, 18 és meg is őszén. És ez Krúdi Gyula, úgyhogy tulajdonképpen akiről azt gondoltuk, hogy nincs róla mozgófilm felvétel, hangfelvétel tudjuk, hogy nincsen, de hogy mozgófelvétel legyen róla, hát ezt álmomban se gondoltuk. Egy kicsit róla. Beszéljünk arról is, hogy milyen Krúdi nyelvezete, azt hiszem, hogy Augustának erről egy nagyon érzékletes leírása van. Hát szerintem egy kicsit túlburjánzó, azt is mondhatnám finoman, hogy rokokó, és kicsit olyan pálott, olyan nagyon ízes, olyan nagyon túlzó, de mégis olyan megfoghatatlan, de mégis megfogható, púderes és füstös, az egész olyan, de mégis leképezhető egyszer csak, aki megy ezekkel a képekkel és ezekkel a víziókkal, egyszer csak ott van egy kristálytiszta történet előtte. És Tehát mégis éles és tűpontos közben igen, meg. Igen. És azért azt se hallgassuk el, hogy 60 regényt hagyott ránk, 3000 elbeszélést, és 1000-nyi cikke jelent meg. Tehát rendkívül termékeny író minden volt. Területen termékeny. Igen, és talán az is elmondható róla, mint egyébként sok más kortársáról, vagy magyar íróról, hogyha talán nem ezen a nyelven ír, hanem valahol máshol, világhírű, és ez Krúdira is. És színészként milyen élmény mondani ezt a szöveget? Nagyon jó egyébként, meg kell vele küzdeni, tehát azért nem feltétlenül mindig logikusan jönnek utána a mondatok és a képek, de amikor egyszer csak az ember az ízére ráérez, akkor például benne van a darabban az étkezésnek a történése, és azt előadni, tehát azért ezek jó feladatok. Kurucz Márton közben nagyon bólogat. És nagyokat nyelek. Igen, mert ez ilyen, mert hát csak elkezdtél róla beszélni, persze, mert én is. De hát szinte éves, hogy eszi azt az ételt is, tehát a csendben eszik, hát az ember utána rögtön bemegy a konyhába, és elkezd enni, mert ő is éhes lesz, és megkívánja. Tehát az nem csak az ízérzékre, nem csak a látványra, nem csak a lélekre, nem csak a hallás, minden érzékszervére tudod hatni az írásával, szerintem, Krúdi. Így van. Köszönjük, hogy mindenről beszélhettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.